Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Retrozabálók, az MD Media multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Retrozabálók ötödik része, a Paralaxis Retroverzumban, és a mikrofonnál pedig Magyarósi István ezúttal. Minő meglepetés, úgy gondolták a fiúk, Ádám és Gergő, hogy ezúttal legyek én az, aki őket meginterjúvolja, vagy őket vezeti, és ők lesznek, akik összecsapnak a mai adásban. Úgyhogy köszöntöm itt a műsorban először is Horváth Ádám Tamást. Sziasztok! És Gizur Gergőt. Szia, szia mindenkinek! Egyszer azt kéne csinálnunk, hogy amikor bemondják a nevünket, akkor fordítva köszönünk. Tehát amikor azt mondják, hogy Ádám, akkor köszön Gergő, és akkor fordítva, és összezavarjuk az embereket. Ezt, 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 a vágónak ezt majd mindenképp elmondjuk. Mert Igen, akartam mondani, ezt vágásban megcsinálod röhögve. <laughs> De tényleg egyébként ez nem rossz ötlet. Izgalmasabb lenne, hogyha közben lenne kép akkor úgy tényleg így a vágó bármikor összevágja. És akkor oda kéne figyelni a szájszinkron pontosságára is. Igen. És akkor a mai adásban arról fogunk beszélgetni, itt Gergővel és Ádámmal, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni, vajon jobb volt-e, mint ma, vagy nem. Nem mintha tudnák, hogy ma milyen gyereknek lenni szerintem, de adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy van róla valamilyen fogalmuk elképzelésük, az viszont, hogy a 90-es években voltak gyerekek, ez biztos, mert ők is, hanem is pont annyira öregek, mint én, de azért ők se fiatalok. Úgy gondoljuk, Nem is, mi majdnem idősek vagyunk egyébként, csak fél év van köztünk Gergővel. Ő az idősebb egy kicsit. Így van. De csak, hogy az előbb ugye mondtad, hogy nem tudjuk, hogy most milyen gyereknek lenni. Tudjuk, mert mi most is azok vagyunk. Mi még most is aprók is gyermekek vagyunk. Lehet, ennyire, ennyire nem, nem állok közel hozzátok, és nem látom a mindennapjaitokat, tehát hogy nem tudom, hogy mennyi időt töltötök olyan elfoglaltságokkal, amikkel nem tudom, gondolom, gyerekkorok, gyere, gyerekkorotokban több időt töltöttetek, lehet, hogy egy kicsivel több. Ez nem a, ez nem a mózes való Nem, szól. én se, én se, tehát az, lelkileg lehet az ember gyerek, de hogy nekem a gyerekkor az pont arról szól, hogy, hogy nagy nem úgy felelőtlenség, de hogy, felelősségtől való mentesülés. Tehát, hogy a nem kell melóba járni, nem kell neked azon agyalni, hogy mi a f***omból fogsz ma, holnap kaját szerezni, vagy nem kell azon agyalni, hogy miből fizetem ki a számlákat. Tehát nekem ez a gyerekkorhoz hozzá tartozik, és valahogy van egy olyan érzés, hogy azért ez, pont ez a részhez hiányzik mostanában az életetekből, de lehet, hogy tévedek, azért mondom, nem ismerlek ennyire közelről titeket, hogy ez mennyire van így, vagy nincs így. Ezért gondoltam, hogy maradhatsz gyerek lélekben, de azért nem ugyanaz. Hát a konklúzió az azért az, hogy föl kéne nőni, de csak hogy mondjak egy példát, olyan 11-12 éves koromban nyáron a telken a szomszéd sráccal egy két kazettás magnóval csináltunk saját ilyen hát, rádiót. Bomba jó híradó volt a címe, mai napig keresem azt a kazettát, de hát sajnos már szerintem az az enyészeté. És hát körülbelül mit csinálok most podcasteket, szóval nem sok minden változott, ha így nézzük a dolgot. Csináltunk mi is kazettára, aztán ugye videókamerával videó is, még fekete-fehér volt a videókamerának a kijelzője is, tehát hogy kijelzője, nem is volt kijelzője, nem gyakorlatilag csak a kukkolóban láttunk egy kis fekete-fehér képet, és már akkor is csináltunk mindenféle hülyeséget, úgyhogy ebben mondjuk egyet tudok érteni Ádámmal, ami iszonyatos érzés, de ez így van, tehát ha így nézzük, nem változott. Mi örökre gyerekek maradtunk. Igen. Az, hogy be kell fizetni a számlát, az egy dolog, de azt gyorsan le kell tudni, és te lehet visszamenni legózni. A, jó, hogy mondod a legót, hát ugye azt tudjuk, hogy István nagy máliás, igen de Gergő szerinted... Igen, de nem gyerekkoromban volt legóm, tehát ez pont azért... De, szerinted Gergő most jobb gyereknek lenni, vagy... Átvetted az István szerepét? Igen, nem bírja ki, hogy... Azt kijelenteni, hogy most jobb 100%-ban, vagy mondjuk 90-80, tök mindegy, mikor jobb volt 100 százalékban, ez így ebben a formában szerintem blödség lenne. Tehát, mert vannak jó és vannak rossz aspektusai. Tehát ö, például most ha, csak hogyha most úgyis a retro tehát a régi dolgok, nézzük, mondjuk, tehát abból a szempontból régebben biztos, hogy sokkal jobb volt, hogy a szociális kapcsolatok gyerekként a, a játékok minden az egészen másképp nézett ki, mint most. Tehát mi én a saját gyerekkoromat sokkal felemelőbbnek látom azáltal, hogy mi, mi tényleg egész nap Szó szerint személyes kapcsolatban voltunk, kint voltunk, jöttünk, mentünk, és, és nem ez a, 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 a képernyő előtt görnyedve húzogattuk gyorsabban a gombokat, hogy akkor most ki tud gyorsabban írni egy szmájlit a másiknak. Na jó, de mondjuk manapság viszont egy csomó szituációban előny az, hogy ülhetsz a gép előtt, mert oké, rendben, mi mondjuk Budapesti gyerekek voltunk, vagy városi gyerekek voltunk, és volt egy baráti társaságunk, de én például, mint ezt te tudod, hogy nyilván a hallgatók nem, én kőbányára jártam általános iskolába, de Lőrincen laktam, a 18. kerületben egy rohadt barátom nem volt Lőrincen, N nagyon utáltam hazajárni, mert amíg minden barátom itt volt egy környéken, hiszen hát ugye általános iskola, a körzetesek jártak oda, addig, addig viszont otthon voltam magányosan, akkor még testvér nélkül egyedül, és barom jó lett volna, ha van már zsebinternet, vagy van bármi, tehát mondjuk egy videó kívül bármi olyasmi, amivel lefoglalhattam volna, vagy a játékaim nyilván lefoglalhattam volna magam, és mondjuk más magányos fiatalokkal tudtam volna beszélgetni, és nem csak, nem tudom, levelező társakat keresni a Bravo magazinban. Tehát, hogy azért ennek a, ennek a dolognak, amik, amit így azt mondjuk, hogy jaj, hát a mai fiatalok, igen, mert mi még kulcsos gyerekek voltunk, mi még akkor játszottunk a, 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 a játszótéren, és akkor meg, meg sokkal, talán, sokkal nagyobb volt a fantáziánk is ezekhez a játékokhoz. Addig ugyanúgy, ahogy te is mondtad, ugyanúgy az is is, tehát meg volt annak az előnye és meg ennek az előnye is. Tehát én ebben a konkrét példában a mostani előnyöket jobban látom, amikor mondjuk a tanuláshoz nem nem kell könyvtárba berohannod, mert nem tudsz valamit, hanem rákeresel. Tehát a, a lehetőségek... Jó, te rákeresel? Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a nagy kérdés, hogy azért, mert a lehetőség megvan, attól még azt látod a, a mostani fiatalokon, gyerekeken, hogy ők rákeresnek. Tehát, hogy arra használja, amire te elképzeled, hogy te használtad volna a gyerekkorodban, ha lett volna, vagy azért inkább csak egy, egy ilyen nagyon jó konszumerek és semmi több. Tehát, hogy zombulnak a telefon előtt. Is-is. Nyilvánvaló is-is. És ne legyünk álszentek, mi is zombulunk a telefon előtt. Másfél órát úgy el tudok cseszni a TikTok előtt, hogy észre se veszem. És nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül én 30-as, 40 es ezzel. A TikTokkal mondjuk itt hármunk közül igen, de amúgy értem is jogos. Jó, de te mondjuk, négy tudom, én counter Én is, vár, vár, én is, én is, tehát... én is eltopcsesz, tehát azért mondtam, hogy csak a TikTokot emeltem ki, amúgy, igen, tehát, hogy, azért mondom, én is bűnös vagyok. mert, mindannyian, csinálunk ugyanolyan dolgokat, amiket egyébként ezzel kapcsolatban mindig a fiatalok szemére vetjük. Én nem vetem ezt a szemükre. Nem is kérdezem, azért, mert tényleg azért, mert lenne lehetőséged, tehát mondjuk ott voltál, ott vagy kint, vagy, vagy éppen egy olyan elszigeteltebb környezetben él egy mostani gyerek, hogy akkor nem tud, mert nincsen fizikailag a környékén túl sok, akivel tudna összebandázni, attól még nem biztos, hogy, hogy online bandázni fog, hanem az is előfordulhat, hogy tényleg csak ő is zombul a TikTok előtt, és, és jó, persze nem unatkozik, Hát nem vonatkozik, de nem. Igen, miért. de szerintem a lehetőség nem mindegy. És nyilván a szülők felelőssége is az, hogy hogyan a digitális világot hogyan tanítják meg a gyereknek, de én szerintem a lehetőség akkor is adott, és akkor is ott van, és akkor is több, mint akkor, a, a, bármikor. Ez biztos. <laughs> Jó, most ez azért, azért akarok rákontrázni, mert részben igazad van, de mivel ugye a saját példámból, tehát hogy én például én kőbányára is jártam iskolába, négy évet jártam kőbányára, és kint laktam a 16. kerületben, azért az távolság. Nekem oké, hogy ott, ott, ott otthon is voltak haverok meg barátok, de én találkoztam az osztálytársaimmal is, pedig rohadt messze laktam, sőt, például szombatonként nem egyszer program volt, hogy az egyik osztálytársam, aki meg Lőrincen lakott, tehát én a 16. kerületben, ő Lőrincen, van messze volt a kettő egymástól, de mi azt kitaláltuk, hogy akkor fölkelünk reggel 6-kor, és 7 órakor találkozunk mondjuk a kőbánya város központon, vagy mit tudom én. Jó, de 10 évesek voltatok? Ö, várjál, hát 12. Amikor már ilyen felsősek lettünk, akkor mi is jártunk ez felső össze, volt, jártunk de... a vá várost éjszakad, és akkor már nyilván teljesen más baráti tárasság. Mást jelent egy De várj, akkor, akkor hány évesen volt neked ez a magányos korszakod? Hát én ezt mondjuk, mit tudom én, alsóban. Aha éreztem elsősorban. Fősorban átköltöztem kőbányára, és akkor már nem volt ezzel problémám, de, de én szerintem ez csak egy nagyon kicsi aspektusa, meg egy ilyen lehetséges aspektusa csak a, a, az egésznek, tehát hogy szerintem érdemesebb azt vizsgálni talán, hogy, az, hogy vajon, vajon tényleg igaz-e, hogy a 90 es években boldogabb voltál a gyerekkor? Mert az egyébként szerintem igaz, mert hogy egyébként baromila nem tudtunk semmiről semmit, és hozzáteszem, hogy a 90 es éveknek egyébként is volt a világ minden pontján, de itt Magyarországon is főleg a rendszerváltás után egy ilyen ö, optimistább, nem csak kész. az, hanem abban az, hogy, az, hogy amit ami te is, meg István is ugye mondott, hogy az a gyerekkor, amit ugye mondott az elején, hogy számla nem számít. tehát hogy nekünk tényleg, tehát sokkal kevesebb információ ö, jutott el hozzánk, sokkal kevesebb volt az állandó inger, ami minket ért ez egyértelmű, hiszen nem volt hát internet, a nem való, volt semmi. Tehát, hogy tehát, nem... tehát, tehát nem, egy csomó mindenről nem tudtunk, nekünk egy csomó mindenről tényleg nem kellett foglalkoznunk, és most nem feltétlenül azért, hogy mondjuk egy mai tizen, mit tudom én, két évesnek foglalkozni, kell, mondjuk most mit mondok valamit az Ukrajna háborúval, mert nyilván nem kell. Ö, de eljut hozzá, mert érje ez az inger is, meg egy csomó minden más is. Minket, tehát, épp, tehát most oké, okay, mondjuk 86... Bocs, én nem, nem, rögulj, én, én, nem, én nem hiszem, hogy eljut nyomkodja a telefonját, és... Na jó, de nem a YouTube a, az közösségi a hubarék, média, minden. Ér, közösségi média. Mind, akartam a tévézésről, mint olyanról, szerintem azért az általános elfoglaltság volt nálatok, ami most akkoriban, akkoriban ami most a munkánk, szerintem jaj, egy teljesen... Jaj. Nem, ami most mostanában a, amit a, a telefonnézés, meg a kütyüzés jelent a mai fiataloknak, az nálunk a mi időnkben a tévézés volt, de most ugye itt, itt ez a megvéd, vagy nem véd meg, hogy mit tudtunk, mit nem tudtunk kapcsán akartam kérdezni, hogy Nálatok volt ilyen, hogy, hogy este kilenc után, tehát a híradót szülőkkel együtt ülünk a tévé előtt, és nézzük, vagy akár ennél komolyabb műsorokat is ülünk a, TV tévé előtt, mondjuk 6 éves, hét éves fejjel, és nézed. Mert hogy manapság ez teljesen általános, hogy a gyerek ott ül ugyanúgy a szülőkkel, és nézi ugyanazt, amit felnőtteknek szánt tartalom. Még én arra emlékszem, hogy az én időmben ugye voltam zavarva a húzatba a tévé elől, este miután a TV maci lefektette a janciát hogy uh, én nem találkoztam ezekkel a hírekkel. Én nagyon nagy, nagy híradónéző voltam, és ez még a, az RTL TV 2. előtti korszak, tehát 97 előtt, tehát akkor azért én még épp hogy csak mondjuk felső tagozatos voltam általános iskolában, de sőt emlékszem egyszer, hogy valami rosszat csináltam, és anyám azzal büntetett meg, hogy nem nézhetem a híradót. De <laughs> mi nálunk nem voltak ilyen nagyon nagy közös tévénézések, a, talán nyilván a 90-es évek legelején, amíg egy TV volt, és nem tudom, kb. nem is volt. Tehát most azért visszagondolunk mondjuk a Magyar Televízió 1-es és 2 programjára a 90-es években, akkor mondjuk a hétvégén a három kívánság, meg egy-két ilyen, nem tudom, Piff és Herkules, Denver a Dino, meg Teenage, a technőcökön kívül nem nagyon volt, jó, nyilván esti mesékékből hogy azért üzéljünk, de hogy, de hogy azért nem nagyon volt nekünk tartalom, tehát hogyha azért az főként anyujék nézték, hogy így mondja. Te, mert hogy, hogy minket nem érdekelt, sőt egyszerűen nagyon meg akartam nézni a Jöttünk, Láttunk, Visszamennénk című filmet, mert éppen az volt, hogy ilyen, említom, ilyen filmszombaton, és akkor mondták, hogy nyújjék, hogy ez nekem nem tetszene, és hát nem, nem is tetszett. Szóval, szóval ugye, csak azt akarom ezzel mondani, hogy akkoriban még nem volt, és és oké, okay, volt már mondjuk Cartoon Network a 90 es évek második felétől, angol nyelven, meg, meg MSAT, meg Szív TV, meg ilyenek. Az gond... és akkor poárót néztünk az Emszaton, mert az volt. Nekem az a, a mai napig az a, a elképzelésem, hogy nincs, a, nincs olyan, hogy egy, egy, nem tudom, egy akár 30-40 csatornás lineáris műsorszolgáltatásban ne találjak pár kapcsolás után olyat, amit én nagyon szívesen nézek. És szerintem ez onnan táplálkozik, hogy gyerekkoromban bizony, vagy beraktam egy videókazettát 500-szorra, vagy vagy néztem a, azt a kevés műsort, ami az Álmikron jött. Hát náluk sokáig nem volt kábel TV ugye kint, mert hogy nem építették ki, tehát mi, sokáig tényleg rá voltunk utalva a, Magyar egy Magyar Kettőre, de például nem Nem volt ahol... ilyen, Gergő, nagyon utána, amikor így hívják. Amikor, amikor úgy emlegetik a, az egyes és a kettes, a tv és a tv kettőt, mint Magyar egy Magyar Kettő, úgy, hogy az régen volt. Nem volt Magyar egy Magyar Kettő a, 2000-es évek talán végefele jött be, előtte TV1 volt és TV2, és én nagyon szépen kérem, hogy ebbe a műsorba így. Jó, ezt tudom, hogy szörszál hasogatás. Szerintem, amikor kimondod, hogy m 1 2 akkor például nekem, aki egyébként azért elég járatos vagyok a televíziózásban, nekem egy hírcsatorna és egy ilyen ifjúsági fura dolog jut eszembe, és egyáltalán nem az a TV2, ami a Night rider vagy a Bévacsot bemutatták. Igen, de én azért mondtam, hogy a 90-es években, és akkor én már visszaugrok, és akkor már nekem nem a Rákai Filipe-féle intendáns korszak, meg ezek ugranak be, hanem a, a, a békebeli hagyományosabb korszak. De oké, okay, egyes, kettes, amikor állt az a kis meg az a kis színes dominóból kirakott kettes, tehát lehet ezt így. Na, de a lényeg az. A lényeg, hogy nem volt kábel Nem, tehát, hogy De itt nekünk itt például azt tudom, hogy rendszeres program volt hétköznaponként, hogy teszem talán hétfőn szakták volt, kedden vészhelyzet, vagy nem tudom, és ezeket mi néztük családilag, csütörtökön két hetenként szomszédok, tehát nekünk meg volt ez a családi Jó, program. Jó, de például, Híra... tehát ez maga az, hogy a, a, a világ híreit, tehát az mennyire hagyták neked, mennyire volt. Az, az abba, a baj, hogy erre nem emlékszem. Lehet, hogy akkor, engem, akkor én elmentem fürdeni, a híradó, az úgy egyáltalán nem még abból a korszakból. De most én, aki híradót néztem abban a korban, nekem sem emlék Na, itt van Ádám, ő viszont. Tehát, hogy egyébként is. azt gondolom, hogy nem nem értettem meg semmit ezekből a hírekből, hát, ilyen, ledarálták semmi 20 nem is perc alatt meg. Gyorsan, Ö, egészen más talán is ebben, igaza van, Ádám, és én is valószínűleg azért nem emlékszem, mert hogy elmondták gyorsan a blokkokat, és Fél, fél, lehet, hogy gyerekként nem is azt nézted, hanem úgy tudom, volt egy vágókép, te az autót nézted ott rajta, mit tudom én, is, pont leszartad, hogy mi történik a, a, háttérben, a, mit maradok, mert, mert nem, nem, lényeg. Hogy hogy jelennek meg a feliratok, milyen dizájnnal. Akkor azt! na, ennyi. Hát ezért, tehát, hogy, hogy másképp néztük, egészen más, mint amikor már mondjuk egy azaria beszél róla, csak hogy most őt hozzam, mint, 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 mint embert, akire sokan kíváncsiak, vagy amikor már tényleg eléttárul az egész hát nem tudom, nehéz ügy, de, de valószínűleg ezért nem maradt meg bennünk így híradó, mert biztos, hogy én is láttam híradót, de egy rohadt hírt nem tudnék neked felmondani, amire most így e, e, kapásra tudnám mondani, hogy hú, ez nem valahol is... És... jó, nem? Tehát, hogy akkor Igen. azt jelenti, hogy nem mérgezte szét nem. A, a gyerekkorodat. Tehát nem az nem a... tudom azt, mondja, hogy hú, erre emlékszem, és úristen, emiatt az ágy alá nem mertem benézni, vagy, vagy féltem, hogy holnap meghalunk, vagy nem tudom. Nem volt ilyen. Amikor még nagyon kicsi voltam, 89 előtt, tehát ilyen négy éves, és négy évesnél fiatalabb, akkor van olyan halvány foszlány emlékem, ez nem híradós lesz, csak innen jutott eszembe, hogy amikor az esti film kezdő szombaton az egyesen, akkor, és nekem pont úgy volt, hogy én ráláttam a tévére, mert szobában voltam 89-ig akkor ők egy ilyen párnát tettek így a fejem elé, hogy ne lássam a, ne lássam a tévét, és hogy ugye aludjak el, de arra is emlékszem, hogy az én kedvenc filmem, az egyik kedvenc a Szellemírtók, azt még moziba láttuk, és amikor az első rész végén megjelenik a Gózeri Gózer, páholyos moziba ültünk, emlékszem, és akkor eltakarták a szemem, nem nézhettem az ijesztő Gózeri Gózer megjelenését a Szellemírtók végén, pedig az egy azért, most már így megnézve, visszanézve, hát szóval azért nem a legijesztőbb dolog, de amikor a második részt megnéztem, és a Vigónak mindig vörös lett a szeme, akkor bizony azért egy kicsit, kicsit paráztam. Vagy amikor videókazettán meg néztem valami ilyen UFO észlelésekről filmet, akkor azért olyan rossz érzés volt. Fényes nappal is rossz érzés volt így bemenni mondjuk a fürdőszobából, kevésbé volt világítás, és akkor így már mint, hogy Keresztem fény az, a, az ablakból. Igen, szóval, hogy és szerintem sokkal jobban ö, ö, hatást gyakoroltak ránk talán ezek a dolgok, és ezért, ezért hoztam föl. Meg nem volt ciki? Ki előtt volt ciki? Tehát beszartál az ufoktól, hát jó, és ki tudta a maximum anyát. Tehát, hogy érted, nem, nem volt csúfolódás, nem volt ilyen jellegű bulling. Igen, a bulling az egy nagyon jó, nagyon jó példa erre, hogy azért teljesen más szinten működött. Biztos, hogy volt, gondolom, a ti időtekben nem volt ilyen, hogy a gyerekléleknek az szerintem egy borzalmas dolog, amikor az év 365 napján tudnak Tartani, mert amikor suli vakációba tudtad, hogy legalább megszabadulhatod a faszból, aztán vagy ott lesz, vagy nem lesz ott akkor, amikor visszamész a következő. Igen, tehát, hogy van egy, van egy, van, egy, van, egy, van egy zóna, Igen, tehát, hogy el tudsz vonulni, mert az online onlineban nem tudsz elvonulni, mert ha nem is látod, akkor is ott van, és mások látják és beszélnek róla. Viszont akkor most tényleg az hogy oké, okay, az utcán, vagy az osztályterem, vagy a budiba, mert ugye az egy klasszikus hely volt ezekre a dolgokra, ott ugye mondjuk tényleg cseszegetett, ott mondjuk félbe mentél pisilni, de, de amikor hazamentél, vagy akár jött a szünet, akkor Oké, okay, nyilvánvalóan ott motoszkált benne, de egészen másképp hatott rád, bár teszem, hogy az sem volt rendben, hogy volt ilyen. Meg, bocs, visszavágyunk mindannyian, vagy hát többségében visszavágyunk mondjuk a fiatal korunkra. Egyrészt, 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 egyrészt a mai agyunkkal, másrészt meg ilyen megszépülnek, mert azt a kibasz kimpat sok házi feladatot, amit mi Az, Azt az Ilyenkor gyűlöttem. mindig úgy, úgy el, hogy mondják, száll, figyelmen kívül hagyjuk, vagy tehát hagyom én, a, én meg, ebe, tehát igen, tehát a felnőtt létnek az egyik, hanem a legjobb dolga, az az, hogy nincs házi feladat. Te alapvetően dolgozol, és most nézzük, ne azt nézzük, hogy milyen hülye van vagy nem, de alapvetően dolgozol, és ha te, tudom én, X óra van, és lejárt a munkaidőd, akkor normális esetben te onnan kijössz, és szevasztok. De az iskolában meg mi van? Viszed haza azt a sok szart, tanuld meg holnapra a hülye verset, csináld meg azt a hülye feladatot, holnap dolgozat, ez meg az. A munkahelyen is nyilván vannak stresszes helyzetek, tehát a délutánokat nem egyszer azért hát megpróbálta szétcseszni a házi feladat, más kérdés, hogy nem foglalkoztam vele és nem csináltam meg. De attól még ott volt. Az is abuzált, az is. Az is. Igen, de felnőttként, felnőttként, igen, igen, igen. abuzívak a, a, tanárok is azzal, hogy házi feladatot adnak. Nem a házi volt a baj, hanem a mennyiség. De felnőttként, meg vannak más, van a második műszakod, tehát, hogy oké, okay, hogy a munkából kijöttél, leteszed, de ott van ezer más dolog, amit el kell intézni, ami, ami ugyanúgy Kvázi házi feladat. Oké, okay, de én akkor otthon... akkor elmondom, hogy ötször szívesebben állok mondjuk a dugóban, és anyázom a piros lámpát, vagy elmegyek a postára, mint hogy hülye retardált szökvigvényeket számolgassak ki. Na, látod, ezt te vagy, de van, aki inkább elpöcsöl a szökvigvényekkel, viszont a dugóra nehezebb szarni, meg nem megcsinálni, mint a házira. A házit könnyű volt nem megcsinálni. De utána jött a, a stressz másnap, hogy, de ne, az, hogy ezt nem lettet és utána meg otthon is kaptad a és hogy miért nem csináltad meg. Csak ez, a, száll, érted? Te gyerekként csak az a dolgot, hogy azt csináld. Felnőttként, ha meg valamit nem csinálsz meg, akkor mondhatod, hogy hát ez meg, nem volt rá időm. meg a te felelősséged, érted? Felnőttként a, a te, te, döntést ad a te felelősséged, de gyerekként kvázi elvárják tőled, hogy figyelj, neked semmi dolgod nincsen, csak tanuljál és ha nem csinálod, akkor mi a szar csináltál? Ez, ez, a világ legnagyobb hülyesége. Ez hát a... Lehet, de akkor ez, is végül is. Szóval ez, ez, ez a... nincs más dolgod, mint tanuljál. Hát jó, nyilvánvaló, hogy az... oké, okay, tanuljon az ember, de szóval... Az a dolga, hogy gyerek legyen. Az is, a dolga, persze. Hogy felhőtlenül élvezze a. a Várjál, nem ez most, ez most tehát én, én, nem voltam, tehát alapból én nem voltam egy jó nagy tanuló. Tehát, tehát én aztán, az én számból ez tényleg vicc, de attól ja, még, értem. Az attól még ez tényleg ez volt, meg talán. Verszze, verszze tehát, hogy most ez most volt. Most akartam van. kérdezni, ez csak volt, és most már nem, nem ez Most is ez az van. van nem ugyanez van. a gyerekekkel, nem ugyanez van. Sőt, nem. szerintem nagyobb az elvárás velük szembe, vagy több a tananyag velük szembe, nem? Hát ez. Figyelj, hát a tananyag, szerintem szarabb. A tananyag, abban a tananyag sokkal rosszabb, rengeteg fölösleges do, tehát mi is nagyon sok hülyeséget tanultunk, vagy próbáltak megtanítani, maradjunk ennyiben, de az, hogy most még több hülyeséget vittek bele, van egy-két jó irány, de nagyon sok baromságot tölt, tehát rengeteg a töltelék cucc benne, Hát most az, hogy most ez a natról, meg ezeket tényleg nem akarok beszélni, meg, meg az egész Meg nem is vagyunk rá kvalitáltak, hogy... Ja, nem, nem is, hát úgy, 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 általánosságban, tehát nem feltétlenül országfüggő, hanem... De az, az, hogy, az, hogy a szülő mit vár el a gyerektől, ez biztos, ez a mi is valószínűleg véletlenszerű volt, tehát a családja válogatta, de én azért, mivel hogy elég közel lát, vagyok iskolához, hát azért nem mindenhol, és nem mindig olyan nagyon magasak az elvárások, mert tényleg változott társadalmilag az iskolák megítélése olyan szempontból, hogy a gyereknek, tehát a mi, akár, ezt most, ezt most, lehet, hogy utálni fognak érte, de a mi még tényleg az volt, hogy neked az iskolában kötelességeid vannak. Ma a gyereknek az iskolában jogai vannak. És ezt itt tényleg így áll nagyon sok hozzá, hogy ő oda megy, és ő kerekperec kijelenti, hogy nekem jogom van ehhez, jogom van ahhoz, és szarik az egészre. És, és ezt nyilván otthonról hozza. Látod, elérte a világ azt, amit te szeretsz, most felnőttként leszarhatod, nem. és senki nem szólhat semmit. Mostani gyereknek megadatik ez a dolog, hogy ő leszarhatja Én nem és látom és ezt a, a kontextust. De nem, igen, de leszarhatja, de a felelősséget nem vállalja. Tehát én, nekem nem azzal van a problémám, de akkor vállalja a felelősséget, csak amikor megtörténik valami. Ez az öreg szöveg, bocs, 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 nem lehet ennyire általánosítani. Nem az a pont, de erről beszélünk, ha gyerek, legyen gyerek akkor viselkedjen gyerekként, de a felnőtt létek ne a kényelmes elemeit emelje át magának, hogy én leszarhatok valamit, de a következményekkel nekem már nem kell foglalkoznom. Nem én legyek gyerek, üljek fel a BMX biciklimre, és, 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 csináljak úgy hülyeséget. De ez egy következmények nélküli ország, egy következmények nélküli virágban, Tehát én szerintem egyáltalán nem. Igen, nem, nem szerintem ez a történet. Azt de én de... Hollandiában nem tudom, mi van. Mondjuk ezt, mert nem, nem fogjuk tudni megoldani ezt a dolgot, és az egész ilyen retrós műsor el fog menni arra, hogy akkor az oktatás így meg a, ja, a nem, nem, iskola, nem. Úgy, úgy nem. Tanul... Egy, a... Tanulni mindig szar, ez biztos. Nem, szerintem tanulni jó, ha jó tanár van. Nem, szerintem jó. Ja, igen, úgy értem, jó, a, 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 akkor úgy mondom, hogy a kötelező tanulás, van ami kötelező, és úgy jársz az hozzá, esített. azt már nem fogod szeretni. Mert hogyha valamit szeretsz, akkor akkor azt, azt kvázi úgy tanulod meg, hogy észre se veszed. Egy dolgot még szeretnék ide búmerkedni, ami a, a, a régi, vagy legalábbis ez nem feltétlenül a régi dolgokra igaz, és iskolára, mert ezt lehet, hogy vannak tanárok, akik most is csinálják, vagy akik tudnak helyet szorítani a feszes tanterbe, de mi például tanterven kívül tanultunk olyat, hogy mondjuk hát azt a régi rózsaszint csekket kitölteni vagy hogy, hogy hogyan kell tényleg feladni pénzt a postán, vagy, vagy én a mostani, igen, én a mostani uh, iskolába, vagy iskolai életbe ezt hiányolom, ami most az nem, nem, való felkészítés. Nem, 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 akarok ál, lenni, de igen, de az életre való felkészítés az, hogy el tudjanak intézni egy ügyet, hogy tudják, hogy mi a különbség, hogy a kormányhivatal az az állam, még a, nem tudom, az önkormányzat az a az, a, az, egy önkormányzati dolog, tehát hogy mi a kettő közti különbség, mikor, hova, mivel kell menni, mit lehet elintézni online, hogyan, e, ezeket szerintem sokkal inkább meg kéne tanulni, és mivel az iskola nem tanítja meg, szerintem a mi generációnk felelőssége az, hogy ezt a gyerekeinknek megtanítsuk, de ez, 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 szerintem ez egy olyan dolog, ami, ami nekünk még nem volt ennyi minden megtanulni valónk, és nem is kellett. Igen, csak ma mondjuk azért azt, ha viszont, ha megnézed ma, sokkal könnyebb egy ilyet, mert az interneten utána tudsz nézni, hogy hogy kell ezt megcsinálni. De nagyon hát, sokan nem tudnak utána nézni az interneten, mert nem az, ma, jó, keresni. az más, az a, az a, digitális kompetencia nem fejlesztése, amiről beszélünk. Csak azt mondom, hogy nekünk, tehát mondjuk a 90 es években erre nem volt lehetőséget, hogy utána nézze, hanem meg kellett kérdezned valakit, aki ha tudta, akkor szerencséd van. Ma, ha megvan az a digitális kompetencia, Aminek evvel meg kéne lennie, de tudjuk, hogy nincs, akkor az interneten viszont ott van a megoldás. Tehát ma sokkal könnyebben utána tudsz nézni dolgoknak, csak meg kell tanulni keresni. Én tudom, hogy nem tudnak sokan keresni, ez nagy baj. Szomorú vagyok, mert valahogy a műsornak úgy érzem, hogy az lesz a konklúziója, hogy a mai gyerekek azok hülyék, mi voltunk a királya. Egyrészt nem. nem ezt mondjuk. Másrészt meg szerintem inkább én sokkal jobb iskola iskolaközösségekben tanultam, mint amit a környezetemben tapasztalok, de ezek is olyan dolgok szerintem, amit nem lehet. Nem lehet ilyen... Általánosítani, hát ez nagyon... Igen, ez... A mai iskolában is, ma, ma is rengeteg, rengeteg okos meg, meg gyerek van, tehát, hogy akik, akik, akik már most nagyon jók, meg, meg érdeklődők, meg, meg nyitottak, és, és tényleg ö, szabad idejüket áldozzák arra, hogy hogy valamit kitaláljanak, fejlesztenek, étrehozzanak, tehát én, személy, én is látok ilyeneket, tehát ez tök jó. szó nincs, hogy mindenki hülye. Az más, hogy, hogy esetleg tudatosan hűítenek embereket. Az biztos. Ha már itt említetted, de már egy meg akarom kérdezni ezt, hogy hogy látjátok, hogy jobb volt akkoriban, vagy könnyebb volt akkoriban látni azt, hogy, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Tehát ez a, ez a milyen jövőkép vár rád, mint most. Én nekem az a fixa idejám, és egy percet gyorsan elmondom, hogy most Annyi lehetőség van, ez tök szuper, mert tényleg mindent meg lehet találni, mindent meg lehet tanulni, bárhova el lehet jutni, online -on keresztül, szinte bármi egyetemen akár tanulhatsz is, tehát annyi lehetőséged van, hogy az már túl sok. Régen azt éreztem, hogy hogy én legalábbis akkor voltam, 99-ben végeztem a Gimit, tehát akkor egyetemre kellett menjek, tehát pont ott voltam, hogy akkor melyik irányba induljak el, nem láttam olyan nagyon sok irányt magam hát... előtt. Most? Mi, mi 99-ben fejeztük be az általános iskolát, és nekünk akkor kellett ugye pályát választani, vagy hát igen. Pályaválasztás, de hát ez azért nem pályaválasztás, mert aki mondjuk hát, gimis. A saját nevemben el tudom azt mondani, hogy nagyon nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Tudtam, hogy mi érdekel, nyilván a média, meg ezek a dolgok, de nyilván nem tudtam, nem volt ez ennyire. Nem, nem, nem gondoltam, hogy én ezzel foglalkozhatom, tehát olyan 90-es évekről beszélünk, tehát az akkori tévéműsorok és a magyar televízió szerkezete az, az egyáltalán nem, Nem, sőt még a, a, az, az évtized végén az RTL meg a TV2 indulása sem... Pörgette azért számomra ezt annyira föl, hogy ez körvonalazódjék, és helyett elmentem informatikusnak tanulni. Te, teljes őrültség. Érthetetlen. <hállt> igen, abszolút teljes érthetetlenség. És amikor 16 lettem, akkor jöttem rá, hogy én mi akarok lenni, akkor váltottam iskolát, stb. stb. Én a saját példámból nehezen tudok bármilyen, jönni, mert én tudtam, tehát nekem baromi egyszerű volt. De azt gondolom, hogy ahogy akkor is, most is vannak a bizonytalanok, akik nem tudják, viszont ma, vagy manapság szerintem sokkal jobban és könnyebben tudsz tájékozódni és információt gyűjteni, ami esetleg hatással lehet rád, hogy na erre kíváncsi vagyok és ki akarom próbálni, de erre ugyanúgy van ma is ellenpélda, hogy hiába sok, a bővebb információs a lehetőség, látni ma is 16 éves gyereket akár, aki, aki akkor ére, hogy hú, na ez teljes, totál vakvágány volt, és váltani kell az, mint ember, az emberek nem változnak, mert valaki ugyanúgy tudja, valaki nem tudja, de talán többeknek adatik meg a lehetőség, hogy, hogy előbb ráleljen arra, ami, amit szeretne. Igen, de nem túl sok ez. Tehát most pont ez, hogy, hogy annyi mindent ki lehet próbálni. Én azt érzem, hogy sokszor manapság túlzásba viszik ezt a kipróbálást. Tehát, hogy mindenből egy fél évet, egy évet kipróbálok, ah, ez se tetszik. kipróbálok mást, ez már az a bizonyos generáció, ami már nem tudom, milyen betűnél tart. Tehát ők már alapból így, így, így is nőttek Hát a gyerekekről beszélünk. Hát igen, igen tehát, hogy hát majd... jó, jó, de, hogyha, de hogyha tehát, ha ezt, ezt, csinálja a, a, a játékokkal, mindennek kapcsolatban, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban megunják a játékokat, tehát hogy ezt csinálja mindennel, akkor nyilván ezzel is. Hiszen ez van szokva, hogy jön az inger. De egyrészt szerintem ez nem Aztán majd társadalmilag, ez talán egy állandó jelenség olyan értelemben, hogy ez van, akire jellemző, van, akire nem, legalábbis én így látom. Egyrészt másrészt meg én az, azt gondolom, hogy ugyan abban igazad van, hogy az internet itt van, és akkor meg lehet tudni bármit bármiről, de én mondjuk a gyerekemet én most informatikusnak akarom beíratni, vagy ő informatikus akar lenni, megkérdez engem arról, hogy mit csinál egy informatikus, és én egyébként tanultam, és csak, és csak itt a szűk csapatban vagy, vagy nyolc informatikus. Nem Fogom tudni neki elmondani. Tehát, hogy mit, apa, mit fogok csinálni egész életemben? Hát, senki nem tudom, azt mondta, hogy senki számítom, nem, nem te mondd el. De én, de én, ne, nem, én csak arra, arra célzok, hogy ezeket nehéz nehéz megfogalmazni pontosan. Tehát, egy orvos, orvos akarsz lenni, mit csinálsz? Egy kórházba fogsz dolgozni. De az orvos, az orvos is ennél sokkal szélesebb. Tehát, pont ez a lényeg, hogy, hogy nem, tehát te, bocsáss meg, te, mint szülő, nem fogod tudni, viszont talán. Akár az internet segítsége, vagy bár... Tehát meg... akkor megkeresed azt az embert, aki el tudja mondani. Mert nem kell neked mindent tudnod, de talán könnyebben rátalálsz arra az ember, aki viszont el tudja mondani. Na biztos, hogy egy tutoriál a YouTube-on. <laughs> hát nem feltétlenül. Informatics az. for Dummies, van egy könyv róla. Van az a remekbe szabott sárga. Igen, az, a, könyv a, a for Dummies az nagyon jó cucc. Az minden van hülyék. De szerintem erre speciál pont nincs. Én azt élveztem a fiatal koromban, hogy akkor bizony az ellenőrző az elveszhetett, az bemaradt a Jaj, hát tanárnál. Igen. Inkább erről beszélgessünk még. Szóval hogy az, az, egy sokkal jobb volt, mint most, hogy a Krétán megjelenik. Mondjuk már az iskolát, a, a bánatba az iskolát. Inkább de egy a... itt ebben 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 ez abszolút igaza tehát én is, amikor tudtam, hogy valami szar van, akkor tudtam hetekig rejtegetni, hogy nem, oh, hát, biztos benne maradt. Akkor még volt ellenőrző. Inkább az, majd a vége felé beszélj már bármi másról, csak ne a tanulásról, mert ezt megmondtátok, hogy utáltatok, vagy legalábbis Gergő nagyon rühelte ezt a részét, főleg a házi feladatot, hogy milyen volt az iskolán kívül, tehát a családi, hogy érzitek manapság többet, Foglalkoznak a szülők a gyerekeikkel, több időt töltenek, ne, értékes időt, nem, nem, nem úgy percet, hanem valamilyen ilyen családi programot mondtattak. Mondtátok, még volt olyan, -e, hogy közösen éppen le lehetett ülni tévé elé egy-egy filmet megnézni, mert legalább jó volt, hogy csak egy tévé volt. Ez lehetőséget adott rá, de egy családi nyaralás, egy, 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 egy családi hétvége, milyen volt akkor nálatok? Én rendhagyó családban nőttem föl, úgyhogy szerintem az én példáim nem feltétlenül jók erre, de amit látok manapság, az az, hogy manapság a szülők hajlamosak túl kompenzálni. Tekintve, tehát én, egy, én egy normális családban nőttem fel, szerintem én nem egy, nem, tehát ez egy teljesen normál, megengedő, de mégsem, tehát nem egy, nem egy szigorú fortress volt, egy, egy erődítményben nevelkedtem föl, de, de megvoltak azok a szabályok, azok a következmények, amik, ami, ami, amik rendben voltak, de abszol, abszolút igaza van Ádámnak, és ezt én is látom, nap, mint nap, hogy, hogy, a következete, tehát nincs következ, következetesség a gyereknevelésben. Az, amit mondott Ádám is, hogy elkényezteti mindent szabad, hagy fejlődjön, és ami a, szerintem a level, ha nem is 99, de 1 milliós hiba, az a kütyű. Itt a legnagyobb baj, nekem, a, és egyetértek Gergővel, hogy, hogy nem, nem, jó, hogy a kütyüket odaadjuk a, a gyerekeknek, Azért, mert ezt a kütyüt nem gyereknek tervezték elsősorban. És a kütyün lévő bármilyen elfoglaltságot nem gyereknek tervezték, meg nem is, még felnőttnek se lenne jó, mondanám, hogy kellett volna tervezni, de egy nagyon erős üzleti logika van a háta mögött. Tehát pont arra akar tulajdonképpen trenírozni téged, hogy sokáig nyomjad, és csak arra koncentrálj, csak erre figyelj, és egyszerűen függővé akar tenni magától amit egy három évesnél nagyon könnyű megtenni, viszont borzasztó veszélyes, mert utána nem tud mit kezdeni ezzel a történettel. Ahogy mi is el tudunk tölteni másfél órákat egy olyan applikációban, mint a például TikTok is, amit tényleg hülyére van optimalizálva, hogy ne akard hagyni, ha ugyanezt odaadod egy gyereknek. Csak még egyet, mindig csak még egyet. És egy, 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 egy gyerek ugyanezeket fogja nézni, mert nincsen, van persze, nagyon nehéz találni, de van ilyen, ilyen oktatóbb jellegű, meg tényleg gyerektartalom, de hát senki nem azt akarja nézni, tehát a gyerek nem azt akarja, nem a YouTube, tehát a gyerek YouTube verziót akarja nézni, hanem a rendes YouTube verziót akarja nézni, ami nem neki van kitalálva, meg nem rá van optimalizálva. és nem jó, hogyha ő ezeket korlátlanul megkapja, mert általában korlátlanul kapja meg, mert a kütyű mellé nem jár kézfogás, és akkor gyere együtt felfedezzük, és gyere együtt megtanuljuk, hogy használjuk egészségesen hát a ez kütyűt. A baj. hanem azt mondom, tehát nem magával a kütyűvel van baj, de most Probléma, hogy megkapják fiatalon, mert elviszi őket. Én itt javaslom még itt a műsor végén, ha átvehetem megint egy kicsit az irányítást, beszélgessünk itt az ünnepekről, akár a húsvétről, a karácsonyról, bármiről, azért az, az például lényegében, vált, lényegében változott a, a, technológiai fejlődés által. Tehát, hogy, hogy, ha már csak az ilyen apróságokat nézzük, hogy például gyerekkoromban, karácsony előtt, meg talán húsvét előtt, vagy más ünnep előtt is, mindig egy ilyen köteg képeslapot nagymamám az arcom elé tolt, hogy minden és áldá és Ádám, ugye sok szizé, kelebes ünnepek, és akkor és Ádám, ugye az én, én nevemet írja oda. Tehát, hogy ez, ez azért ma, ma, manapság már nincs, és manapság Na, is, a messenger -e. és, és manapság is talán az van, hogy, hogy igen, de, hogy, de volt egy átmeneti időszak, amikor ugye ez SMS-ben volt, és akkor még azért nem tudom, mert... Hát szilveszterkor talán nem, az állandó is, hogy hajnali egy és kettő között, vagy is és kettő között nem lehetett SMS küldeni. Pannon praktikum feltöltőkártyás voltam, már ezt ki lehet mondani, és nagyon utáltam, hogy a 3600 forintos ilyen feltöltőkártyámat, amit karácsonyra kaptam, annak a fele elment azzal, hogy SMS-eket válaszoltam, meg küldözgettem. Tehát, hogy... Hogy, igen, öm... a sablon, a sablon dolgokra ment el, ami igen, szóval, de, de, hogy én például szerettem a húsvétokat részben, meg részben nem, mert nekem én április harmadikán születtem, és nagyon sokszor esik a mai napig április harmadikára, vagy, vagy nagypéntek, vagy húsvét vasárnap, és... <tosz> e <tosz> most én A másik december 6 a Gergő. Én meg 6, tehát most bocs, tehát azt... Mondod ezt nekem, aki december 7-én születtem. És 26-án van a névnapom december. ez egy hogy... netes társaság most így ezzel a kapcsolatban. Húsvétkor például kertesházban laktunk, volt tojásvadásza. Miért szeretett a húsvét? Általában nagy ajándékot. Ugye a húsvétre nem kap az ember nagy ajándékot, de nekem akkor össze lett vonva a, születésnapom, és akkor azért nagy ajándék volt. De nálatok volt ajándék húsvétkor? Tehát nekem ez egy akkora újdonság. De mondom, nekem a gyerekkoromban azért általában a rendszeres az volt, hogy ha még nem is esett konkrétan egybe, Annyira a közelébe volt, hogy, és nagyon szerettem a legókat, és akkor olyankor olyan nagyobb legót esetleg kaptam, ami ami, nem olyan titanikot, mint amit most a hallgatók nem látnak a hátad mögött, de ezt nézzék meg a ez A titanik, záneres, ez már legendás itt a, a vagy, vagy igen, a, a múltkori adásban, vagy a következő adásban, mert nem tudom a sorrendet, de valamik beemlegetitek, úgy, úgy örültem, hogy de jó, hogy ezt látják a hallgatók, hogy mutass meg a mikrofonnak, létször. Szóval viccet De Elmondtuk. Igen, igen, ügyesek. Mi elmondta, hogy nincsen őket látod? Látjátok, mint a gyerekeket, akik jól használják az appok. Ügyesek vagytok, fiúk. Szóval nem viccet félretéve, hogy a személyes kapcsolatok e tekintetben azért tényleg sokkal aktívabbak voltak, és szerintem sokkal aktívabbak voltak, akár egy húsvétkor is, mert tojásvadászat után nem futott. Először is a szülő, az nézett minket a két szemével, és nem a telefon képernyőjét. Igen, még röhögtünk húsz éve a japán turistákkal, mert őket láttam először ezt csinálni, hogy eljöttek, eljöttek Európába, és akkor végig a kamera a szemük előtt, és kattingatták, és semmit nem néztek, hanem mindent a, Igen, és milyen igazuk és volt. Kubó, kibacská, szerint, szerint, de én, én szerintem tojásvadászatot még ma is, tehát én, én, én hallottam róla, hogy ez ma is van. Persze, tehát biztos, biztos. Házakban, tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez annyira megváltozott volna. Nyilván a, techni a technika mondjuk megkönnyíti, hogy nem kell mindenhova leutazni, mert anélkül is tudunk beszélni azzal a, a büdös nagypapával, aki valamúgy nem akarunk találkozni. Tehát, hogy lehet, hogy ezt könnyebben ki lehet kerülni, de de én azt gondolom, hogy azért, a, főleg a, a kisebb gyerekeknél, tehát a kisebb gyerekeknek még kütyű ide, vagy a, bármi megvan az igénye erre, hogy, 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 ezeket, hogy ezek meglenjen akár ez a tojásvadászat, meg ezek, és én azért úgy látom, hallom, hogy ez még azért működik. Az más kérdés, hogy nem tudom, hogy a szülő közben már a telefonnézés figyelje, vagy tényleg abban gyönyörködik, hogy milyen ügyes, hogy négy-kéz láb nem talál, és a fagyabba bele fog nyúlni, meg fogja szúrni a kezét. Vagy, vagy. Ha már húsvét egy gyors kérdést, ti jártatok locsolni? Igen. 20 húsvét kornálatok volt Igen. szokás? Igen, családi, családi locsolás, vagy majd utána, vagy, is, is, vagy ilyen iskolai már, tehát amikor baráti körben osztálytársnők meg Inkább ilyen. baráti kör volt nekem. Ha, nekem a családom úgy volt vele, hogy ha meglocsolsz, fiam, akkor eltöröm a kezedet, mert utána ugye bűzlött, Mindenki. Otthon nem volt ez egy, egy nagy öröm, de, de, de eljártunk, és akkor. Szomszédokat szekíroztuk. Sőt, egyébként én még, mikor már elég nagy voltam, én évfél után, január elsője mi miatt szilveszter évfél után, én néhány ö, olyan szomszédhoz is átmentem, akikkel jóba voltunk, én idősebb ö, nénik általában, mert a szerencsét hozta először egy férfi jön be új évkor, és akkor ezt így. Ezt még, még, még van, hogy még manapság is. Mi? A a, hát, hát, igen, ilyeneket. Tudtam. Így lát, így, így neveltek, hogy ilyen, ilyen illedelmes, jó, jó fiú voltam. Ki gondolta volna, hogy te rendes is tudsz igen. lenni? Hát ez esz véletlen. Mi éjfél után <laughs> csak a locsolásból keveredtünk haza, de ez már a gimibe volt. Tehát ott testünk ott, ott, ott ilyen, ilyen jó, Hogy Ti már valószínűleg, valószínűleg többet locsoltatok magatokban? Igen, sokkal, sokkal többet. Tehát délben kezdtük, ilyen kettőkor végeztünk, nagyjából, és ez alatt egy olyan 3 négy, maximum 5 osztálytársnőt sikerült meglocsolni. Tehát, hogy, de ugye azt nagy, nagy, nagyon bulisnak éreztük ezeket a dolgokat már. De na, ez már tényleg a, a gimnázium meg a tínédzserkor, nem? És lassan a végére érünk a műsornak, ami szinte dupla akkora lett, mint amennyit általában Szoktunk meg, amit előirányzott nekünk. Ha ezt nem mondja meg, biztos, hogy kivág a háromnegyedért. Biztos, hogy az, a, ez az olló, ez, ez, ez úgy fog. Figyelj, 25 testért tart a kedves hallgató, azt hiszem, hogy mir miről, beszéles, miről beszél ez? Miről beszélsz, vigyá, vélj! Ádámnak az ollója úgy fog vágni, hogy nem fogsz ráismerni az adásra. Hm. Szerintem csak Ádámból van 40 perc, úgyhogy nem lesz gond, tehát meg tudja tölteni az adást. Akkor, Na várj, akkor viszont nem fogja kivágni, mert saját magát szereti. Szóval az van, hogy ha bárki jön ebbe a műsorba, az akkor szívjátok a vérét. Ez, ez történik. Mert... Nem, most az István élvezi, mert. Hogy mert ő, István a király. Ő érzi, hogy a következő alasban ő, ő, az ő vérét fogjuk szívni. Igen, tudom, tudom, hogy a következőben, amit már felvettünk, az én vérem lesz szétszívva, úgyhogy, úgyhogy most vissza, visszaadom. Ennyit Na hanem. jó, de hogy csak hogy a témához, tehát hogy itt, itt tényleg nagyon sok minden dobálóztunk el, hogy jobb volt -e ez a gyerekkor minden. De erre tényleg nagyon, nagyon nehéz egyértelmű választ adni, mert, mert nagyon sok jó dolog volt akkor, ami ma már nincs, és én azt kárhoztatom és nyilván viszont, viszont tényleg vannak dolgok, amik, tehát vannak dolgok, amik egyáltalán nem hiányoznak, és vannak dolgok, amik tök jó, hogy ma de vannak. Neked, tehát aki ma gyerek, az nem tud azokról a régiekről, neki nem hiányzik. Ez, nem, én nem, én, én, de jó, de, de, most igen, csak hogy, hogy, most ha azt nézzük, hogy hogy lehetne, hogy lehetne igazán jó gyerekkorod. De mi alapján döntöd el? Tehát ezt te döntöd el felnőttként, ő aki gyerek... Ó, nem, 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 Abszolút, csak az, hogy, az, hogy legyen, legyen abba is élménye, és maximum mondja azt, hogy nekem ez nem jó de az a, tehát, hogy ne hiányozzon neki valami, ne, 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 maradjon ki az életéből. Ezek olyan plusz dolgok, amik, amik egy optimális esetben, egy optimális gyerekkorban azért a balansz az, 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 az jó, jó, helyen van. Hát meg kényelmessé tesz az élet. Ha hát, nem kellett minél nagyobb minél, nyugatiasabb világban nősz fel, annál kényelmesebb életben. Mert megkapod kap, meg azt a civilizációs burkot, amiben Na jó, az de hát akkor, akkor, akkor ez az megítélhetetlen valójában az alapkérdésünk, a tézisünk. hogy kezdtük, most... hogy, meg nem, így kezdjük hogy nem tudjuk. Én azért mondtam, hogy azt gondolom, és ez csak nyilván az én véleményem, ami, ami nyilván szubjektív, tehát nem kell velem egyetérteni, és valószínűleg nem nálam van az igazság szent grája, bár mindig keresem, hogy mindenből, ha van balansz, szerintem az az igazi. Jó, szerintem ez egy egész szép lezárása lett így a, a mai adásnak. Úgyhogy, úgyhogy Szerintem itt azt mondjuk, hogy ennyi volt, és uh, mielőtt elköszönnénk. Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy legközelebb már nem éljövök, és normális műsort kapnak majd. Nem, szerintem egy nagyon normális műsor volt, tehát egy nagyon jó beszélgetés volt. Szóval mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki végighallgatta itt a mai adást, és hogyha végighallgatta, azt jelenti, hogy szerintem nagy rajongó lehet a Parallaxis Univerzum különböző podcastjainak, és ha már nagy rajongó, akkor talán kérhetünk tőletek egy nagy szívességet, és, és buzdíthatunk titeket arra, hogy támogassátok a Parallaxis Univerzum podcastjainak elkészültét. Adjatok pénzt, mert elb***ták a gyerekkorunkat, és most izé, pszichiára Menni szorulunk. akarok gyerekkort magamnak! <laughs> Kell még több legó és több kütyű a fiúknak. Aki szeretne minket támogatni, és megteheti, az a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül meg tudja ezt tenni, és nagyon hálásak leszünk neki. Plusz még abban a szerencsében is részesül, hogy ö, bemutató előtt, nem bemutató előtt várja mm. premier, premier. Premier előtt, premier előtti. Premier előtti. adásokért, valamint egy hosszabb és állítólag jobb paralaxis. István a hosszabb az mindig jobb. Hát nem tanultál tőlem semmi. Nem tudom, én nekem, tehát hogy volt, volt, nem, a... eze, eze, ezeket a gondolatokat soha nem fogja. Van, vannak, vannak ilyen emlékeim, tehát tud, fel tudnék idézni például több olyan, olyan órát az iskolából, ami attól, mert hosszabb volt, nem volt jobb. Sőt, tehát, hogy meg van az a fajta verés is, ami igen, nem lesz jobb attól, hogy tovább De tart, a is, az csak jobb lehet, minél hosszabb. Hát, ha én parallax is hallgató lennék, én én nagyon-nagyon hosszú parallaxisok azt szeretnék hallgatni például. akkor miért vágod meg 45 percesre ezt a retro zabálókat is? Tessék, akkor miért? Mit akarsz? Azért, mi nem hagyod mert, egy órát azért el, mert azt gondolja, hogy más nem akarja, plusz te is azt mondtad, hogy ha ezt végig végighallgattad, akkor nagy rajongó lehetsz, mert ez annyira szar. Nem, de a legtöbb ember nem hallgat végig minden podcastot. Vagy nem tudom, lehet, hogy a, nem látom a, a statisztikákat, de nekem van egy ilyen. Valószínűleg ezért vágja meg. Mert amikor meglátja valaki, meglátja valaki, hogy ez úristen másfél óra vagy két óra, akkor azt nekem most erre nincs időm, indítom. viszont azt látja, hogy 45-50 perc, az, hogy ez pont belefér, mert addig elújtok a blahától a tököm tudja meddig. Igen, sőt, megelégszünk azzal is, ha kevesebbet hallgattok minket, ha hajlandó vagytok, ezért többet fizet. Én a legtöbbet magamból vágom egyébként. Hát de lehet azért, mert a legtöbbet te beszéltél, nem? <síns> 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 ez mondjuk jó volt munkatársaim és saját nevemben. De nem, ez a is nektek kéne, nem? Elköszönni, vagy ugyan? Nem, az a legvége. A legvége? munkatársaink nevében, és utána... Mondod, hogy sziasztok is, majd mi is. Kösz, lássuk, hogy kell utasd. Vagy mondjuk hárman. Egyszerre. Munkatársaim. De azt úgy nekem szoktuk az mondani, két, hogy, a, hogy... Má, a másik kettőt szokjuk mondani. Tehát, hogy te akár azt kell mondani, hogy Horváth Ádám a Jóságos Gergő bácsi nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast De nekem nem kívánok. ezt írta Elmondod a, együtt... a catchphrase-et, neked nincsen. És akkor sziasztok. Igen, sziasztok catchphrase-nélkül. Csá! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.